de ebben, ahogy visszaemlékszem, a korábbi évek versenyére nem voltál nagyon erős. Soha nem voltam jó. Szándékosan a fejedre? Igen. Ó, de szép, ilyen Magyarország. Most jön a világrekord kísérlet. Fekete László. Hát nála jobb ebben a műfajban is, nem véletlenül tartja ő a világcsúcsot. És most a 222 kg-os világcsúcsát több mint 10 kg-mal akarja megjavítani. 232,5 kg. A közönség tombol, Fekete László erőlködik, és fölteszi! A világrekord megvan! Döbbenet! Hát itt mindenki őt ölelgeti, hát azt hiszem, itt mindenki pontosan tudja az erős emberek közül, hogy ez mekkora haditett. 45 évesen. Hova fölrakja? Le a kalappal előtte. Járno Hans fölemeli a követ, de mire ő boldogul vele, Fekete már elindul, már tehát a magyarok vannak előrébb. Igen, ám de Hans fiatalabb, bár Laci is nagyon gyors, kérdés, hogy meg tudja tartani a helyét. Laci viszi, és megcsinálja előbb érve, mint a holland. Hans pedig lehet, hogy le fogja tenni, nem bírja innen fölemelni szerintem, kénytelen lerakni. Megy az idő, nem tudta végig megtartani. Fekete László, Laci csak oda ballag, ő nem rohan, nem kapkod, de halad tempósan. Haugen ugyanúgy. 300 kg, fantasztikus különben. Haugen egy picit gyorsabb, de ott aztán elakad a végén, aztán fölrakja, és Laci is ugyanúgy ott van. Hát ez nem mondhatni, hogy világszínvonal, hanem ez bőven világszínvonal, és erre vállalkoztam én is itt jelen állás szerint, hogy egy 50 centis lépcsőfokra tegyen fel a 300 kilót mezétláb. Márpedig ezzel bizonyítottam azt, hogy én még 52 éves koromban milyen erővel rendelkezem, és én nem tűntem még el, mert én nagy versenyeken akarok csak indulni. Ezt mezétláb viszont azért tettem fel, mert számomra nagy csalások ezek a versenyeken ez a szám, mert mikor odajönnek 5-10 centi vastagtalpú cipővel, nem azt a magasságot emelik és nem azt az erőt, én azt hiszem itt bizonyítottam, hogy mi a natur emberi fizikális erő. Itt pedig már a világrekordot jelentő 215 kg-os golyó. Mondanom sem kell, hogy ezzel Fekete László fog megpróbálkozni. Világcsúcs kísérlet tehát, ezt látjuk. Abban a csíkos fekete-fehér nadrágban, ami minden rekord döntés így kísérletnél rajtad van. Így van, ez nekem egy ilyen kabala. De hát átvitt értelemben lehet az a Asterixre is, ugye a fordítani. Na most én is egy kicsit megálltam, mert nézem, mert kívülről most látom csak magamat, úgy van. És látjuk a döbben tekinteteket a háttérben, mint ahogy láttuk az előbb is, megvan a világrekord. Sikerült a 215 kg-os golyót feltenni a legmagasabb állványra. Hát lehet ezzel próbálkozni, ha valaki hát meg akarja dönteni. Örületes munkát öltem bele, ahhoz képest, hogy szervező is voltam, örületes munkát öltem ebbe az egészbe bele, mert én azt hiszem, hogy ez már bizonyításként megy majd a másik oldalnak, hogy igen, vannak itt a natur oldalon is olyan emberek, akik ilyen dolgokra képesek. Nagyon örülök, hogy ez sikerült. Azért hadd tegyem hozzá, hogy itt Lackó és Passanen, ők szerintem mind a ketten tudták már a verseny elfogadásánál, hogy ők ketten fogják egymást hajtani a legjobb helyezésért. Én meg úgy voltam. Te meg a kereket hajtottad itt minél gyorsabban, hiszen 16 másodpercnél kellett gyorsabban körbehajtani a kereket, közben a szurkolótábor azt szól, zúg a Laci, és egy másodperccel jobb ez, mint Lackóé. Hát a fiamra kényszerített a Lackó, hogy gyerünk, öreg, hajtsa, gyorsabb legyek. Itt jön most a világcsúcs kísérlet, a 455 kg-os lengősúlyt próbálja meg 20 méteren keresztül elcipelni Fekete Laci, 14 méteren keresztül, és itt most nem is az a lényeg, hogy 14 vagy 20 méter, és legkevésbé sem az, hogy mennyi idő alatt, hanem az, hogy a rajtól a célig sikerüljön ezt a súlyt elcipelni, hiszen ez még soha senkinek naturversenyen nem sikerült.
Minden olyan sportág, ahol az erőt lehet teljesítményként fokozni, már pedig itt lehet, hiszen hát az anabolikus szteroidok, mint leggyakrabban használt tiltólistán szereplőszerek, igencsak fokozzák az erőllétet, óriási izomzatot lehet ezek által fejleszteni, tehát ez a sportág mindenképpen dopingérzékenynek, kiemelten dopingérzékenynek számít, ezért nagyon fontos, hogy legyen dopingellenőrzés, és ezzel azt tudjuk demonstrálni, hogy tisztán készülnek a sportolók. Sokszor találkoztunk, sok verseny kapcsán, sokszor ellenőriztük őt is, a családot is, mármint a családnak azon tagját, aki a versenyen még részt vett, és nem volt soha semmilyen problémánk a családdal. Ez nem jelenti azt, hogy nem volt pozitív egy-egy ilyen versenyen, volt, de szerencsére ezek mindig külföldi sportolók voltak.